A Külhoni Magyar Nemzeti Színház társulata a Pinokió című darabot mutatta be a közelmúltban. Április 10-én délelőtt a szerencsi óvadások is megnézték az előadást a Rákóczi Vár Színház termében. A darabot Pólos Árpád rendező vitte színpadra az eredeti regény nyomán. A sokak által jól ismert Pinokió, Geppetto az öreg fafaragó mester által készített fabábú, akit egy tündér életre kelt. A darab Pinokió meseszerű kalandjait mutatja be, melyek során előtérbe kerül a bátorság, a hűség, valamint az őszinteség. Az április 11-i előadáson a gyárkerti óvoda csoportjai vettek részt, akik nagy izgalommal és örömmel nézték a színészek műsorát. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház következő bemutatója az Apácák című darab lesz Mikó István rendezésében.